Köszöntöm a közügyek nézőit! Összecsaptak ma a magyar határon a migránsok és a magyar készenléti rendőrök Horgosnál. A mai műsoromban egyébként Vajdaság több települése kapcsán is foglalkozunk a migráns helyzettel. Ezen kívül beszélünk majd a kislétszámú osztályokról, az Európa Kollégiumról, valamint a topolyai fejlesztésekről, tervekről is beszámolunk. Azonnal kezdünk, tartsanak velünk! Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is. Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek. Háborús zónába élő jeleneteket láthattunk ma a horgosi határátkelőknél, ugyanis a Magyarországra igyekvő migránsok összecsaptak az őket nem átengedő feltartóztató magyar készenléti rendőrséggel. A horgosi határátkelőnél van Dóró Alen kollégánk, akit hamarosan kapcsolni is fogunk élőben. Előtt azonban stúdiónk vendége Magyar Kanizsa polgármester helyettese Huzsvár Ervin. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Huzsvár úr, a község lakosai mit tudnak erről a kialakult helyzetről, hogyan élik meg a mostani aktualitásokat? Hát én elmondhatom azt, hogy a község lakosai, de főleg a horgosiak egy jó adag aggódással és elkeseredéssel élik meg ezeket a mai napokat. Elkeseredtek, hiszen egy olyan menekültáradat közepébe kerültek, amire senki nem számított, akaratlanul is belkerültünk ennek a közepébe. Azt kell, hogy mondjam, főleg intenzíven érinti azokat a lakosokat, akik Horgoson a Kamarás vasútállomás környékén laknak, illetve intenzíven érinti még azokat a gazdákat, akiknek a szántóföldjeik, illetve gyümölcsöseik a tágabb határzónában vannak. Hiszen pont most az elmúlt napokban történtek komolyabb, úgymond rongálások. Igen, igen. A keddi, illetve a mai nap során az átvonuló tömeg, amit ért a kukoricától kezdve a káposztán köröztül, szőlő, mindent, amit lehetett, azokat leszedett ezekről a területekről. Ugyebár most hamarosan a migránsok elhagyják, illetve elhagyhatják a Magyar Kanizsa községet, ugyebár arról kaptunk információkat, hogy buszok, autóbuszok szállítják őket Síd felé. A magyar kanizsai lakosoknak ez mit jelent? Felemelkedhetnek, felébredhetnek ez a nyomás alól, ami az elmúlt időszakban érte őket? Én azt hiszem, hogy a magyar kanizsaiak bebizonyították, hogy mekkora tolerancia is van a község lakosságában. Elviselték ezt, de természetesen egyfajta föllélegzést fog hozni azt, hogyha csökken a menekültáradat, hiszen nem mindegy az, hogyha egy 9-9500 fős településen ugye majd közel akkora számú ismeretlen tömeg vonul át nap mint nap. Ugyebár a magyar kanizsai lakosok sokszor kifejezték félelmüket a közbiztonság miatt. Láthatjuk itt a felvételeken, hogy nagyon komoly atrocitások, incidensek történtek itt a határ mentén, határszakaszon. Mit gondol, hogy esetlegesen a magyar kanizsára, illetve Horgosra visszatérő migránsok ezt a feszültséget, ezt az agressziót visszahozhatják ezekre a településekre? Igazán remélem, hogy ilyen incidens nem fog történni községünkben, eddig se történt. Ami incidensek voltak, azok többnyire a migránsok között zajlottak, és amint említettem, remélem, hogy ez nem fog megtörténni, hiszen amennyiben lehetőség van, akkor a migránsokat a határátkelőtől Magyar Kanizsára buszokkal szállítjuk be a tranzitállomásra, és a tranzitállomásról pedig a tranzitállomást üzemeltető menekültügyi biztosság pedig szervezetten tovább fogja szállítani Síd felé. Egyébként most Horgoson és Magyar Kanizsán tartózkodnak-e migránsok? Horgos központjában csak egy kisebb 40-50 fős csoport tartózkodott, akkor, mikor én érkeztem Szabadkára, viszont Magyar Kanizsán a tranzitzónában mintegy 800 fős csoport várakozik arra, hogy tovább indulhasson. Alexander Vulin, szerb szociálpolitikai miniszter a határon azt nyilatkozta, illetve megnyugtatta a tömegeket, és arra kérte őket, hogy menjenek vissza Szerbiába, többek között Magyar Kanizsára is. Magyar Kanizsa község és ott ez a központ meg tudja-e továbbra is adni azokat a lehetőségeket a migránsoknak, amelyeket eddig, tehát továbbra is készen áll-e a migránsok befogadására? Mi eddig is maximális készültségbe tartottuk a községi kapacitásokat, gondolok itt a község tűzoltóságára, a kommunális közvállalatra, az egészségházra, mindenki maximálisan oda tette magát, hogy ezt a problémát megoldjuk, illetve hogy ne legyen komolyabb probléma. Erre továbbra is számíthatnak a lakosok. Úgy szintén el szeretném mondani, hogy a tartománytól érkezett pénzügyi segítségnek köszönhetően hamarosan
eszközökkel, felszerelésekkel fog bővülni a községünk, tehát érkezni fog egy új mentőautó, hamarosan tűzoltókocsi is érkezik, megoldódik ennek a tranzitzónának a kanalizációra való rákapcsolódása, tehát mindennel, amivel csak tudunk, mi megpróbáljuk azt elérni, hogy egy békés, egy nyugodt tartózkodást tudjanak ezek az emberek ott eltölteni, illetve természetesen, hogy a lakossággal ne kerüljön semmilyen összetűzés. Van itt még egy nagyon fontos tény, az pedig, hogy következik a hideg időszak, a tél. Tél folyamán ugye láttuk, hogy a magyar-kanizsai tranzitzóna ugye sátor, tábor tulajdonképpen. Hogyan tudnak erre felkészülni, hogyha alacsony lesz a hőmérséklet? Mi történik akkor? Ezek a sátorok részben olyan sátorok, amelyek több rétegűek, tehát fűthetők. Érkeztek is már tüzelős kályhák, viszont én nehezen tudom elképzelni, hogy ez a probléma megoldásra kerülhet a gyakorlatban, hiszen az ott tartózkodó, átvonuló tömeg a sátraknak a belső szigetelését megrongálta, késekkel fölhasigatta, tehát nincsenek jó állapotban. A másik, én úgy érzem, hogy megint egy jó adag veszélyt rejt magába az, hogyha egy sátorba fűtenek. Úgy szintén el szeretném mondani, hogy az a terület, ahol a vásártér van, az egy viszonylag lapályos terület, és számítható arra is, hogy a talajvíz följön. És mivel a sátrak mellett nincsen kemény épületanyagból épült tartózkodási helyén, azt hiszem, hogy ez nehezen oldható meg egy téli időszakban. Említette, hogy a tartományi segítséget, a tartományi segítség, vagy esetleg a tartományi segítségén kívülről bármiféle hozzájárulás fedezte Magyar-Kanizsa költségeit ez a migráns helyzet kibontakozása óta a mai napig? Igen, egy kisebb összeget kaptunk a köztársasági intézményektől, a központban lévő parkok revitalizációjára, és természetesen külföldi humanitárius segélyszervezetek is felajánlották a segítségüket. Az említett kanalizációt például egy dán segélyszervezet fogja kipénzelni, illetve folyamatosan érkeznek felajánlások osztrák, illetve német segélyszervezetektől. Huszár Ervin, Magyar-Kanizsa polgármester helyettesének köszönjük szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, folytatjuk műsorunkat, méghozzá a befogadó központ lett a zombori katonai komplexumból hírrel. A migránsok mától szállhatnak meg a számukra kialakított menedékhelyen. Az épület 1000 migráns befogadására alkalmas, ma délelőtt 50-en fordultak meg itt. Pribilla Attila zombori segédpolgármester Skype-on számol be az aktuális eseményekről. A közvallgatók gyorsan már tegnap elkészítették a menekülteknek szánt befogadó állomást, egy nagy csarnokot készítettek elő, ahol ágyakat helyeztek el, megfelelő vízmennyiség van, megfelelő élelmiszer, sőt elsősegély és egészségügyi ellátásban is részesülhetnek az ide betérő emberek. A város felkészült teljes mértékben, maga az állomás az a városon kívül helyezkedik el, és nem zavarja a polgárok életét. Így várhatóan, hogy nagyobb hatással nem lesz a polgárok életére, azért sem, mert nagyon kevesen használták eddig. Délelőtt folyamán egy nagyobb 50-60 fős csoport volt, akik miután élelmet és vizet vettek magukhoz, elindultak a horvát határ felé. 500 migráns érkezését várják a szerb-horvát határa, akik szerda reggel indultak el Preševóból Horvátország felé. Átengedik a határon a migránsokat és segíti további jutukat Nyugat-Európába Horvátország. Kriák Krisztina Zágrából jelentkezett ma délután. A horvát rendőrség azzal számol, hogy a horvát-szerb határ mellett fekvő Továrni körzetébe további 500 migráns érkezik a nap folyamán, akik még szerdán virradóra buszokkal indultak Horvátország felé a macedon-szerb határól, Preševóból. A Továrniki rendőrállomáson jelenleg 350 határsértő vár arra, hogy regisztrálják és tovább szállítsák őket Zágrába. Nemrég arról számolt be a horvát vasút, hogy Zágrából Vinkovcira
több vagont indított, amiben körülbelül 1000-en férnek el, 600 ülőhely van, de akár 1000 főt is elszállíthatnak a fővárosba. A fővárostól ugye csak 30 kilométerre van a szlovén határ, ahol a migránsok már a belső határán ellenőrzés nélkül a schengeni övezetbe is beléphetnek. A horvát sajtó szerint a szerbiai autóbuszok a menekülteket egészen a horvát határig viszik, ahonnan már csak 400 métert kell gyalogolniuk, hogy belépjenek Horvátországba. Az újságírók szerint a migránsok nem a szabályos határátkerőket használják a szerb-horvát határon, hogy kikerüljék a regisztrációt. A rendőrök folyamatosan járőröznek azon a kelet-horvátországi területen, ahova a migránsokat várják. Szemtanúk szerint üres gépjárművekkel mennek el, és migránsokkal teletérnek vissza a továbbniki rendőrállomásra. Az illegális határsértők között nagyon sok a gyerek és a nő. Zorán Milanovic miniszterelnök a parlamentben, aki a képviselői kérdésre válaszolva kijelentette, hogy Zágráb átengedi Horvátországon a migránsokat, és segíteni fog nekik, hogy eljussanak Nyugat-Európába. A politikus szerint szerdán virradóra éjjel mintegy 150 menekült érkezett Horvátországba. Horvátország kész arra, hogy befogadja ezeket a szerencsétlen embereket, és segíti őket abban, hogy eljussanak oda, ahova akarnak menni. Ez nyilvánvalóan Németország, vagy valamelyik skandináv ország, mondta. Milanovic szerint Horvátországban korán sem lesz a migránsok beáramlásával kapcsolatban olyan állampontok, mint Szerbiában vagy Magyarországon. Továbbra is elutasította, hogy falakkal vagy szöges drótokkal védenék meg a határaikat a menekült hullámmal szemben. Ugyanakkor kiemelte, hogy szem előtt tartják az ország alapvető biztonsági és nemzetbiztonsági érdekeit. Kolinda Grabar-Kitarović horvát államfő arra kérte a zágrábi kormányt, hogy pénteken, de legkésőbb jövő kedden hívja össze a Nemzetbiztonsági Tanácsot a migráns válság miatt. Milanovic egyetértését fejezte ki a javallata. Az államfő elmondta, hogy figyelembe kell venni, hogy több szomszédos ország, EU tagország megerősítette a határvédelmét a schengeni övezetben, és félő, hogy a migrációs nyomás áttevődik Horvátországra. Erről a kérdésről pedig a legmagasabb állami szinten kell tárgyalni. Vajdaságban Horgosnál és Sídnél is egyre jobban fokozódik a helyzet. Nyilas Mihály tartományi kormány alelnököt, a tartományi migrációs tanács elnökét arról kérdezem, hogy a tartományi kormány hogyan néz szembe a migránsok áradatával. Köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm én is a kedves nézőket. Jó napot kívánok. Jelenleg az önök adatai szerint hány migráns tartózkodik Vajdaságban? Hát ez igen változó adat, tehát én azt hiszem egy 3000-es számról beszélhetünk, de hát ennek a számnak az alakulása az a nap folyamán is változik, és naponként is változik. Jelen pillanatban mi a migránsok eloszlása? A becslések szerint mintegy 2500 Horgosnál, illetve Magyarkanizsa községben a fennmaradó mintegy 500 ezer pedig már gyakorlatilag Sídnél, tehát azon a részen, ahol a Principováci befogadóközpont van, illetve a horvát határ részen. Mik a legfontosabb intézkedések, amelyeket az egyre aggasztóbb migráns helyzettel kapcsolatban hoztak? A tartomány az kisebb hatáskörrel bír ezekben a kérdésekben, hiszen ez köztársasági, állami szintű hatáskör. Elsősorban a tárca, az illetékes tárca, a minisztérium az, amelyik aktívabb ebben, a belgrádi menekültügyi hivatal, amelyik hatáskörrel bír. A tartomány inkább javaslattevő, vagy segélynyújtó hatáskörökkel bír, tehát nekünk az árutartalékok, a Vöröskereszt, amely a tartományi Vöröskereszt, az önkormányzatok segítése, ez a célunk, és itt próbálunk helyt állni, mint ahogy azt megtettük Magyarkanizsával, és tesszük majd, gondolom én, Szabadkát illetően is, és most Síd önkormányzatát illetően is. Követjük a helyzetet, segíteni próbálunk, ahogy tudunk, kapcsolatban vagyunk a nemzetközi szervezetekkel, segélyszervezetekkel, és közvetítünk ebben az egész helyzetben. Az a lényeg, hogy a menekültek, a migránsok
megfelelő ellátásban részesüljenek, tehát megfelelő infrastruktúra legyen biztosítva a számukra, ahol megállnak pihenni ezeken a pihenőhelyeken. Most Horgoson pedig ez a sajnálatos helyzet, ami kialakult, egy teljesen alkalmatlan közegben torlódtak fel ugye a határon. Itt is megpróbálunk minél jobban, minél megfelelőbben segítséget nyújtani ott nekik, amíg ott azt van. Látjuk, hogy a nap folyamán, illetve azt láttuk, hogy Horgosról és Magyarkanizsáról buszokkal elszállítják a migránsokat. Ezek szerint várható, hogy csökkenni fog a nyomás Északbácskán? Én úgy gondolom, hogy jól látható, hogy ez a nyomás csökken óráról órára, és átirányítódik az a folyosó, amelyen át a migránsok nyugatra távoznak, áthaladnak az országon épp nyugat felé, tehát gyakorlatilag horvától a horvát határ felé. Igen, és említett, hogy a tartományi kormány Sídnél egy befogadó központot nyitott meg. Mit tapasztalnak már a mai nap folyamán, mennyien mentek oda? Ez a befogadó központ, hogy pontosabban fogalmazzuk, nem a tartomány részéről lett alapítva, hanem a tartomány átruházta a használati jogát ennek az épületnek, épületkomplexumnak, a menekültügyi hivatalra, és a menekültügyi hivatal az, amely megszervezte itt ezt a munkát, illetve egy befogadó központot létesített. Ez egy valamikori gyermekkórház volt, évek óta használaton kívül álló épületekről van itt szó, Principovácon, és mintegy 500-600 helyes befogadó központról van szó, tehát egy komoly épületről, objektumról, amely a téli viszonyok között is lehetőséget ad erre. Kisebb javítási munkálatokat kellett csak elvégezni itt, felszerelni az épületet, és nagyon gyorsan sikerült ezt a menekültügyi hivatalnak megoldania, tehát ez a befogadó pont, vagy befogadó központ már működik. És már vannak is ott migránsok? Igénybe veszik? Igénybe veszik is már, de hát hasonló a helyzet, mint Magyarkanizsán, ahogy volt, vagy van még részben, tehát egy rövidebb idejű tartózkodásra használják. Milyen ellátást tud biztosítani ez a pont, ahova migránsok? Itt az élelem, a különböző szükségletek elvégzése az, ami történik. A higiéniai szükségletek, a gyermekek ellátása megfelelő módon, tehát az, amire szükség van a mozgásban, vagy a pihenés során, ami rövid idejű, ezt biztosítja ez a befogadó központ, és ez aránylag gyorsan is megszerveződött, nagyon hasonlóan, mint ahogy az a magyar-kanizsai befogadó helyen történt. A síri befogadó központról milyen ütemben mennek Horvátország felé a migránsok, és hogyan reagálnak erre a horvát hatóságok? Beengedik őket? Mivel kevés időről beszélhetünk még olyan értelemben, hogy ez történik, tehát mint egy egynapos időszakról, azt látjuk, hogy egyelőre kisebb számú menekült jut át a horvát határon, és azt is látjuk, hogy a továbbiakban nincs gondjuk, tehát ott megfelelő nyilvántartásban részesülnek, és utána folytatják az útjukat Horvátországon át, gondolom én Szlovéniába, és utána Ausztriába. A számok még nem jelentősek, tehát pár százas számról beszélhetünk, ahhoz képest ugye, ami itt Magyarkanizsán, Szabadkán volt, de hát én gondolom, hogy ez csak a kezdete valaminek, és mivel az egész tranzit folyosó átkerül szemmel láthatóan ide, ezek a számok biztosan nagyobbak lesznek már akár ma vagy holnap. És ön szerint, hogyha ez fokozódni fog a migránsok száma, és nagyon nyomás terhelődik majd a horvát határ, illetve a horvát félre a befogadó képességükre, akkor továbbra is ez a tendencia folytatódni fog, hogy tártkarokkal fogják befogadni a migránsokat, vagy esetleg követnék-e a horvátok a magyar példát? Nem vagyok jós, ebben a pillanatban ezt nehéz fölmérni, de gondolom, mivel egyenlőre pozitív a hozzáállás ilyen szempontból, és addig, amíg átutaznak csak Horvátországon, nem lesz
nehézség, tehát nem lesz változás ebben a hozzáállásban. Gondolom, hogy ő attól kezdve, amikor ez már nehézségekbe ütközik, tehát itt már a szlovén határa gondolok, vagy akár az osztrák határa, akkor bármi megtörténhet, tehát lehetnek szigorítások, ami a befogadó készséget illeti. Nyilas Mihály tartományi kormányalelnöknek köszönjük szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Az Európai Unió tagállamai alakítsanak ki egységes migránspolitikát, amelyhez a tagjelölt országok is igazodni tudnak, mondta Alexander Vulin szerb szociálpolitikai miniszter Szabadkán. Magla Jenő Szabadka polgármestere megerősítette, hogy nem terveznek befogadó központ létesítését a városban a migránsok számára. Situácia je pod kontrolou. Građani Subotice, građani Srbije nemaju razloga za nikakvu posebnu zabrinutost, ništa se ne dešava što će ugroziti njihov život, što će ugroziti njihove svakodnevne obaveze. Mi smo spremni za svaku eventualnost. Upravo zato danas smo razgovarali i o potrebama za novim prihvatnim centrom, također tranzitnog karaktera, i složili smo se da mi moramo da budemo spremni, ali da u ovom trenutku zaista nema potrebe da se bilo šta zvanično otvara, ali da smo spremni da u toku dana, u toku nekoliko sati, reagujemo ukoliko bude povećan priliv migranata. Dakle, mi smo sve obezbedili, ako bude bilo ljudi, tog momenta i prihvatni centar može da bude otvoren i u tom momentu mi možemo da zbrinemo još jedan zaista značajan broj ljudi. Sve do sada nam govori da će se ova situacija nastaviti, sve što znamo nam govori da priliv migranata neće prestati. Razlog njihovog dolaska nije zato što žele da ostanu u Srbiji, nije zato što žele da ostanu u Subotici ili Kanjiži, oni žele da produže svoj put. Sada sa zatvaranjem mađarske granice i uvođenjem zaista rigoroznih zakona, to je svakako otežano, a posebno ono što brine jeste što i oni koji na legalan način hoće da budu tražioci azila odbijaju se za sada 100% slučajeva i ne samo to, već kapaciteti koji su stavljeni na raspolaganje tim ljudima su neverovatno mali. U toku jučerašnjeg dana ne više od 60 ljudi je obrađeno. Mi u Preševu obradimo svakog dana i do 2000 ljudi. A ovde, na Horgošu 1, koji je zatvoren, na Kelebiji, koje su jedine dve tačke gde ovi ljudi mogu da izraze nameru za traženje azila, nije bilo, po našim informacijama, nije bilo više od 60 ljudi. Ako se tako bude radilo, onda možemo čitav naredni vek da proveravamo ove ljude i onda im na taj način govorimo da suštinski i ne želimo da im damo ni mogućnost da dobiju azil. Dakle, ne samo da ne želimo da ih primimo, nego ne damo im ni mogućnost da pokušaju da budu primljeni i da dobiju azil. Vlada Republike Srbije neće koristiti silu. Ovi ljudi neće biti uklonjeni silom. Imali smo mi i drugih situacija gde smo mogli da se služimo silom, to nismo uradili i to nećemo raditi. Ovi ljudi nama ništa nisu skrivili. Nikakvo zlo nam nisu učinili, nikakvim kriminalom se nisu bavili, mi na njih nećemo da šaljemo naoružanu policiju, mi se nećemo služiti silom. Da problem postoji, postoji, mi ga nismo napravili. Mi nismo digli ni zid, ni ogradu. Mi nismo blokirali autoput. Sve je ovo moglo da se uradi i drugačije, mogli su da se predvide veći kapaciteti, moglo je da se predvidi veći broj graničnih prelaza na kojima bi se vršila trijaža ovih ljudi, na kojima bi se proveravalo njihovo pravo na azil. Zašto samo na dva prelaza? Nikome to nije sasvim jasno. Ovo može još uvek da se radi na druge načine. Vlada Republike Srbije, naravno, će tražiti rešenje. To rešenje će tražiti sa vladom Republike Mađarske, drugačije jednostavno ne bi bilo ni moguće. I evo i sa ovog mesta želim još jednom da apelujem na Evropsku uniju da već jednom zauzme jasan i čvrst i zajednički politički stav. Ako Mađarska radi jedno, Austrija drugo, Nemačka treće, postavlja se pitanje, a u kom pravcu da gleda Srbija? Onda se postavlja pitanje, da li je onda Srbija sama? Da li smo mi ostali sami sa problemom migracije, da sami nosimo sa njim, da ga sami rešavamo? Ili će Evropska unija uspeti da formuliše jedinstvenu politiku kada su u pitanju migracije, ili više neće sebe moći da smatra jedinstvenom političkom strukturom. Ovo je najveći ispit od nastanka Evropske unije. Ako na ovom ispitu ne budu bili u stanju da formulišu jasnu i efikasnu politiku,
teško da će u budućnosti moći da se nadaju bilo čemu, da će jedinstveno moći da nastupaju. Svaka sljedeća situacija koja se bude dešavala na prostoru Europske unije iziskivaće onda različite odgovore od fiskalne stabilnosti pa do spoljne politike. A onda je dosta teško očekivati od zemalja koji su tek kandidati za članstvo u Europsku uniju da se svrstavaju uz Europsku uniju ili zauzimaju stavove sa Europskom unijom, a Europska unija nije u stanju sama da formuliše svoje stavove. Nama je više od svega, čak više i od novca, potrebno da imamo jedinstvenu i jasno formulisanu politiku Europske unije. Ovaj zid koji je pregradio i naš autoput je zid koji je pregradio Evropu. Evropa više nije celovita. Ako u Evropi 21. veka najopterećeniji i možda i najvažniji putni pravac može da bude zatvoren jednim zidom, onda se postavlja pitanje da li Evropa može da opstane, da li je jedinstvena i da li će u budućnosti biti jedinstvena. Ovaj zid ne deli Srbiju od Mađarske. Ovaj zid deli Evropsku uniju od same sebe. Ovaj zid deli Evropsku uniju na nekakva dva dela. Ovo više nije problem ni samo Mađarske i Srbije. Ovo je i politički, i ekonomski, i svaki drugi problem čitave Evropske unije. Kedves nézőink, a migránsokkal és a horgosi határátkelőnél kialakult helyzettel további híradásainkban is foglalkozunk. Hétfőn foglalkoztunk a közügyekben az osztály összevonásokkal. A Magyar Nemzeti Tanács és a VMS szakemberei azóta egyeztettek a szerb oktatási miniszterrel. Vendégem a stúdióban Jerasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának az elnöke. Üdvözlöm a stúdióban. Tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Mire jutottak a minisztériumban? Elmondhatom, hogy a tegnapi nap folyamán voltunk egy újabb megbeszélésen az Oktatási Minisztériumban, melyen jelen volt Verbics miniszter úr, az államtitkárasszony Zorana Luzsanin, valamint a mi részünkről jelen volt Nyíras Mihály oktatási titkár, Vicsek Anna Mária parlamenti képviselő, és én a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében. A megbeszélést azzal kezdtük, hogy két témakörre bontottuk azokat a fontos dolgokat, amelyekkel a magyar oktatás, a magyar nyelvű kisebbség küzd most itt tanévkezdés elején. Az első téma, amelyet nagyon részletesen szerettünk volna kibontakoztatni ott a miniszter előtt, illetve amelyről már szó volt az előző megbeszélésen is, amely az előző kedden volt, tehát 8-án a minisztériumban, ez a kislétszámú tagozatokkal kapcsolatos gond, amely nagy mértékben érinti a magyar nyelvi oktatást. 13 általános iskolában, illetve 14 általános iskolában jelentkezett az a gond most itt szeptember elején, hogy összevonásra kényszerítik azokat a kislétszámú tagozatokat, amelyek eddig önálló tagozatként működtek, és alsó osztályban erre a minisztériumnak törvény szerint joga van. És ezek az osztályok lettek összevonva? Igen, ezek az osztályok, tehát azok az osztályok lettek összevonva, ahol a gyermekek létszáma 15 alatt van, tehát kombinált osztályokról beszélünk, hogyha két tagozatot összevonnak, és a gyerekek létszáma 15 alatt van, akkor a minisztériumnak jogában áll ezeket a tagozatokat összevonni. Ezeket az értesítéseket kapták az iskolák, az iskolaigazgatóságoktól, hogy egy-egy tagozatot, amelyek eddig önállóak voltak, azokat össze fognak vonni, legyen az első osztály harmadikkal kombinálva, a második negyedikkel, de akár első második is összekombinálnak, vagy harmadik, negyediket, tehát úgy, hogy a 15-ös létszámba beleférjenek ezek a tagozatok kombinált módszerrel. És ez ellen próbáltunk a tegnapi nap mindenféle ellenérvet felhozni. Különböző IOP-os tanulók számadataival is előálltunk mindegyik intézmény esetében. Próbáltuk a specifikusságait egy-egy intézménynél megerősíteni, hogy azon felül, hogy mennyi problémával
problémával küzd az iskola, tehát egy-egy ilyen különböző, külön program szerint dolgozó gyerekek esetében, mint amilyenek az IOP kategóriába sorolandó gyerekek, az IOP 1-es és az IOP 2-es, ezzel hiszen tudjuk, hogy az IOP 1-es kategóriával, tehát ha valamelyik gyermek IOP 1 szerint kell, hogy tanuljon, akkor az növeli a tagozat létszámát, és az már két gyermeknek számít, ha IOP 2 szerint tanul a gyermek, akkor az már három gyermeknek számít, és ezzel próbáltunk mindegyik iskolánál, ahol erre lehetőségünk volt érvelni, hogy... Mennyire volt nyitott a miniszter, milyen sikereket tudtak elérni a tárgyaláson? Tehát ezeket az argumentumokat, amiket említettem, mind felsoroltuk mindegyik intézménynél, valamint arra is kitértünk, hogy egy-egy iskola a Magyar Nemzeti Tanács részéről kiemelt intézmény, hogy kisfalvakban ezek az oktatási intézmények milyen fontossággal bírnak. Azt kell elmondanom, hogy a minisztérium részéről teljesen zárkózottságot észleltünk, tehát abszolút nem voltak nyitottak arra, hogy bármilyen módon ezeket a tagozatokat önállóként meghagyják, tehát ez volt a benyomásunk. Egyedül, amit megjegyeztek, és amit ők sérelemként hoztak fel, hogy ezeket a különböző bánásmóddal jelentkező gyerekeknek a számát nem most kellett volna eljuttatni a minisztériumba, ezt az iskolai igazgatók, illetve az iskolák vezetősége meg kellett volna tegyen sokkal korábban, és akkor nem jutott volna odáig a dolog, hogy a magyaritabélyi és a telecskai általános iskolában egyáltalán nem került volna a listára ez a két általános iskola, hiszen ebben az esetben valószínűleg ez a két iskola mentesülni fog az összevonástól, hiszen így már a két tagozat összevonása 15 fölé esik, 16 és 17-re, úgyhogy ez a két általános iskola valószínűleg elmondhatja magáról, hogy önálló tagozatokkal fog rendelkezni az alsó tagozataiban. Tehát azt szeretném kihangsúlyozni, hogy még mindig nem adjuk fel, és további tárgyalásokat folytatunk a minisztériumban, az oktatási minisztériumban, és kiállunk ezekért a tagozatokért, hogy a magyar kisebbséget, mint kisebbséget máshogyan kezeljék, bár a minisztérium részéről többször elhangzott, hogy a magyar kisebbség jogai az oktatásban ebből a szempontból nem fognak csorbulni, hiszen mindegyik gyermek a saját anyanyelvén tanulhat, attól függetlenül, hogy kombinált tagozatban fog a következő évtől, vagy ettől az évtől már járni, de itt is rámutattunk arra, hogy igen, hogy nem csorbulnak a jogok abból a szempontból, hogy anyanyelvükön tanuljanak, viszont a minőséges oktatást el fogják veszíteni. Térjünk át egy másik oktatási témára. A Magyar Nemzeti Tanács egyik legfontosabb prioritásának tűzte ki az Újvidéki Európa Kollégium üzemeltetését. Újvidéken Madarász Áron beszélgetett Kis Gyulával, az Európa Kollégium igazgatójával. Befejezés előtt áll az Európa Kollégium Újvidéken. A tervek szerint több mint 400 egyetemista hallgató költözhet majd ma ebbe a diákotthonba. A téma kapcsán Kis Gyulával, az Európa Alapítvány igazgatójával beszélgetünk. Mikor a várható a diákotthon hivatalos megnyitása? A hivatalos megnyitás október 1-ben kezdődik, úgyhogy szeretettel várjuk az elsős és azután a második, harmad, negyed, öt éves hallgatókat. Szeretnénk egy nagyon szép világra szóló megnyitót szervezni. Nagyon sok vendéget várunk, mivel hogy az alapítvány működése folyamán találkozott olyan intézményekkel, olyan személyekkel, akik szívesen segítettek az épület építésében. Itt szeretném kihangsúlyozni a Magyar Művészeti Akadémiát is, és a vajdasági művészkört is, ahol több mint 250 kép gyűlt össze, és adományként már el is hozták az épületbe, felszereltük őket. És mindazon személyek, akik jó akaratból és pozitív hozzáállásból segítették a munkánkat, úgy, mint az alapítvány keretén belül, úgy, mint kivitelezés közben is. Ugye, mert ha nem fogunk össze, különben ez az épület nem épülhet meg. Gondolom, hogy az egyetemisták elégedettek lesznek az épület fölszereltségével, helyzetével, helyével is, mivel nem található valahol a város szélén, hanem pontosan az egyetem közvetlen közelében, néhány kilométerre vagyunk az egyetemi várostól, úgyhogy megfelelő körülmények adódtak arra, hogy itt, mint kollégisták pihenjenek, tanuljanak, és azután újabb erővel fussanak neki a tanulmányoknak.
Mit kell még addig elvégezni az épületen? Hát az épület magában elkészült, kisebb kigazítású javítások vannak folyamatban, és bizonyos engedélyek megkérése. Úgyhogy már a vége felé járunk, minden a papírügyet elintéztünk nagyjából. Ami az iratkozást illeti, lesz-e második jelentkezési kör? Igen, hát én nem úgy nevezném, hogy második kör, hanem az első körben az elsős hallgatók jelentkeztek, és a második körben az pedig a felsőbb tagozatra járókra lesz kiírva. Minden bizonnyal zökkenőmentes lesz az objektum működtetése is. Hogyan fog ez pontosan kinézni? Így van, hát egy fiatal, erős csapat áll a munka elébe. Én gondolom, hogy nem lesz nagyobb gond, mivel hogy egy háttérben működő alapítvány is segíti a munkáját. Ez is a célunk, ez volt elejétől fogva, hogy kiépítsük az épületet és segítsük az ott dolgozóknak a munkáját. Én gondolom, hogy zökkenőmentes lesz. Ha lesznek kisebb kérdéseket, mindig megoldjuk őket. Szerint nem csak tanulási lehetőség adódik itt majd az egyetemistáknak, hanem különböző programokra is számíthatnak. Így van, különböző szakmai témakörökben foglalkoznak majd a szabadidejükben, és itt a nevelőtanároknak nagy szerepük lesz a szervezésben, az irányadásban. De maguk az egyetemisták adják majd az ötleteket az érdeklődési körök szerint, hogy mit fejlesztenének, hova szeretnének tovább képezni, és tovább tanulni esetleg a tanulmányaikon kívül is. Bejelentések szerint Magyarországról is érkeznek egyetemisták ide? Így van, előre van látva helye a számukra, és én gondolom, hogy ezt majd kihasználják, mivel hogy tudjuk, hogy Magyarországon is élnek a nemzeti közösség keretében, szerb nemzeti közösség, és már a nyelvet is tudva nagyon könnyen beilleszkednek ebben a környezetben. Itt számítunk 10-20 egyetemistára, aki majd esetleg az Újvidéki Egyetemen tud tovább tanulni. A témát a stúdióból folytatjuk Jerasz Anikóval. Mennyien jelentkeztek eddig az Európa Kollégiumba? Hogyan hívják fel a fiatalok figyelmét erre a lehetőségre? Tehát az Európa Kollégium első körös pályázata lezárult szeptember 1-ével, és ez az első kör az első éveseknek volt valójában meghirdetve, azoknak, akik Újvidéken tanulnak tovább valamely egyetemen vagy főiskolán, és 75-en jelentkeztek az első évesek közülre a pályázatra, és elmondhatom, hogy 67-en kerültek valójában be, hiszen ennyien adtak át érvényes pályázatot, a többiek valamilyen oknál fogva kizárásra kényszerültek, hiszen vagy nem folytatták magyar nyelven valamely, vagy az általános, vagy a középiskolai tanulmányaikat, vagy nem Újvidék területén tanulnak, vagy pedig közelebb esnek a meghatározott kilométer távlatból, mint amit a pályázatban felhívtunk, tehát 30 kilométeres távlatból, tehát aki 30 kilométertől messzebb lakik Újvidéken, azok pályázhattak, tehát a többiek ez miatt kerültek kizárásra. A második körös felhívás az Európa Kollégiumra valamikor szeptember végén fog megjelenni, attól függetlenül, hogy ezt úgy láttuk elő, hogy október 10-től 20-áig fogjuk majd meghirdetni. Igény mutatkozik arra, hogy korábban nyissuk meg ezt a pályázatot, úgyhogy szeptember végén meg fog nyílni, és egész szeptember 20-áig áll majd nyitva a többieknek. Tehát ez nem jelenti azt, hogy az első évesek nem pályázhatnak ebben a körben, hangsúlyozom, hogy ők is pályázhatnak, de ezen felül a másod, harmad, negyed évesek, valamint a mesterképzésre, doktori képzésre járó hallgatók pályázhatnak ebben a második körben, valamint azok is pályázhatnak, akik orvosi tanulmányaikat folytatják Újvidéken, és specializációra járnak. Változnak a feltételek egyébként itt a további iratkozásnál, vagy van valamiféle egyéb más prioritás, ami alapján eldöntik, hogy ki az, aki bekerület, illetve nincs, ki nem? Ugyanazok a feltételek, mint az első körben, tehát magyar nyelven kellett, hogy az illető fejezze vagy az általános, vagy a középiskolát, Újvidéken tanuljon tovább, akkreditált továbbképzésen, tehát főiskolán vagy egyetemen, valamint, hogy vállalja azt, hogy a tanulmányai befejezése
valakivel itthon fog dolgozni 3 éven keresztül. Ezek voltak az alap követelményeink, és akik ezt teljesítik, azoknak nyitott lesz az Európa Kollégium ajtaja, és ki szeretném hangsúlyozni, hogy október 1-jével meg is nyitja kapuit az Európa Kollégium, és az elsősök be fognak költözni. Milyen tartalmakat tudnak majd biztosítani az Európa Kollégiumban lakó egyetemistáknak? A tartalmakat most alakítják ki, tehát a megbízott igazgatónő és a munkatársai dolgoznak ezen, és az igény, ahogyan mutatkozik majd, természetesen ezek a tartalmak bővítve lesznek, tehát mindenképpen szeretnénk a fiataloknak segíteni az egyetemi tanulmányaikban, a nyelvtanulás terén, tehát a szerb nyelv tanítása biztos, hogy jelen lesz, és különböző olyan aktivitások, amelyekre igény mutatkozik, meg már a startban 4-5, akár 6 programmal indítani fog az Európa Kollégium. Jarosz Anikónak, az MNTV Igazgató Bizottságának az elnökének köszönjük szépen, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseinkre. Én köszönöm a lehetőséget. Kilenc hónapja irányítja Topolya községet a prémium botrány után kinevezett új vezetőség. 2014. decemberében több ígéretet is tettek a polgároknak, hogy az előző időszakhoz képest kézzelfogható eredményeket is fel tudnak majd mutatni. Nézzük, mit sikerült eddig megvalósítani. Topolya központjába érkezve az első dolog, ami feltűnik a járókelőknek, egy óriási, befejezetlen épület. A helyiek csak hotelként emlegetik az építményt. Évek óta a szóbeszéd tárgya az objektum sorsa. Hát már évek óta a községi vezetés próbál megoldást találni erre a problémára. Eddig úgy gondolom, hogy sikertelenül. Reméljük, hogy most az új vezetőségnek sikerül megoldani ezt a problémát. Öreg idők óta itt áll a Topolya központjában ez a hotel, aminek se gazdája, se színe, semmi, nem is tudunk róla semmit, se kié, mié, és természetes dolog, hogy minél előbb ezt meg kellene oldani, helyre tenni a dolgokat, és használattá tenni. Hétfőn döntött a képviselőtestület arról, hogy az önkormányzat is licitálhat a tulajdonjogra. Szeptember 17-én csütörtökön a topolyai hotelépület nyilvános árverezése a Szabadkai Gazdasági Bíróság termében lesz. A képviselőtestület már előzőleg betervezte a költségvetésébe a hotel megvásárlására szánt összegeket, valamint ez mellett arra is született döntés, hogy 40 millió dinár értékig kölcsönt vesz fel a község. Természetesen a kikiáltási ára, amit most már pontosan tudunk, az 12 millió dinár, a letét pedig 11 millió dinár tesz ki. A megvásárlás után le kell bontani a legfelső szintet, biztonságossá kell tenni az épületet és környékét. Azután lakossági fórumon kérik ki a helyiek véleményét a további beruházásokról és tartalmakról. A hotel mellett a másik sokat emlegetett, régóta húzódó projekt Topolyán az egykori fürdő a Vénusz romjainak sorsa. Az új vezetőség döntött a lebontásról és a törmelékek eltakarításáról. A folyamat azonban a közbeszerzési eljárásnál megakadt. Vénusszal kapcsolatban azt mondtuk, a lebontást. Lebontásnak a folyamata a közbeszerzés alapján én szerintem rendben van. A nyertes és a következő a pályázaton beadott egy indítványt, ezt várjuk az ügynökségtől, tehát a jóváhagyást, reményeim szerint az rendben lesz. Igaz, hogy úgy nincs rendben, mert már most ez több mint 2 hónapja áll, ami ront a helyzetet, hogy a télben megyünk. Ez sajnos így van. El kell mondani, hogy a keleti körforgalmat azt befejeztük, kész, ott már csak ilyen technikai átvételen múlik az átadás, tehát az is rendben van. A felvonulási tér elkészült, illetve majdnem. A leendő szökőkút helyén üres lyuktátong. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, a pénz most már megvan a szökőkút megépítésére, véleménye szerint még idén megtörténhet a próbaüzem. Új arculatot kapott a hotellel szemben lévő kis tér. A valamikori ízboráruház előtti terület új burkolattal, térkövekkel, friss kinézettel gazdagodott. 16 millió dinár a beruházás összértéke. A munkálatok az utolsó fázisban vannak. Évtizedes probléma a topolyai tó jogi státuszának kuszossága.
Ez ügyben áttörést ért el az önkormányzat. Elindult ugyanis a terület védetté nyilvánításának folyamata. Belátható időn belül Topolya völgyei természetvédelmi park névvel, üzemeltetővel és szakemberi felügyelettel őrködnek majd a tó és környéke felett. A racionalizáció volt az egyik ígérete a decemberben kinevezett vezetőségnek. Időközben optimalizálták a község 16 járműből álló gépparkját. 9 autót elárvereztek. Nem bürokráciát szeretnénk építeni, hanem hivatalt, községi hivatalt, amely a polgárok érdekeit tartja szem előtt. Azt mondtuk, hogy a helyi közösségeket úgy szeretnénk irányítani, hogy az rendben legyen, tehát egyformán, egységesen, minden helyi közösség egyforma fontos számunkra. Ezt én azt mondom, tiszta szívvel mondhatom, hogy így van. Elmondhatjuk azt is, hogy a beruházások, minden beruházást, amit akkor emlegettünk, próbáltunk egy lépéssel előrébb haladni. Elmondtuk a következőt, hogy a pénzelések, vagyis a fizetések, azok csökkennek. Stimuláció mióta itt van, működik ez az önkormányzat, attól a decembertől kezdve itt stimuláció nem lett kifizetve senkinek sem, nem azért, hogy esetleg rosszabbul dolgoztunk, ez volt megbeszélve, ehhez tartsuk magunkat mi koalíción belül is, és ez szerintem így is lesz a választásokig. A polgármestert kérdeztük a közel 8 éve épülő topolyai diákotthonról is. Kislinder Gábor szerint talán jövő szeptemberben már belakhatják a középiskolások az épületet. Nemrégiben Topolyára látogatott a nagybefektetési igazgatóság képviselete és a fő kivitelező. A polgármester szavai szerint szerződésmódosítás van folyamatban, amely előre mozdítja a beruházás befejezésének lehetőségét. Ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap Fehér Márta várja Önöket a viszontlátásra.